akkor ebből a típusból, ebből a keresztszemezésből csináljon három sort. Ha pedig nem, akkor legyen egy sor csak, de arra figyeljünk mindig, hogy általában akkor szép a mintánk, hogyha páratlanok a sorok. Van egy, ugye egy kezdősor, aztán van páratlan sor benne. 1, 3, 5, vagy amekkorát szeretnénk, és utána pedig megint lesz majd egy ugyanilyen hamispálcás zárósor, és a mai leckében pedig meg fogjuk tanulni, hogy mit jelent az, hogy csípkézés. Ki fogjuk csípkézni a hajpántunkat, hogy még gyönyörűbb legyen, hogy olyan igazi kis csajos legyen. Aki kisfiúnak készít hajpántot, annak pedig ez nem túlzottan ajánlott, annak azt tudnám ajánlani, hogy készítsen egy sor rövid pálcát, egy sor hamis pálcát, akár három sor keresztpálcát, megint egy sor hamis pálcát, és egy sor rövid pálcát. És az olyan, és akkor akár rátehet gombból egy kis autót, vagy horgolt kis autót, amit majd azt is meg fogom mutatni, hogy hogyan kell készíteni. De még ott nem tartunk. Lassan elérek az utolsóhoz. Mindig egyel elé, nézzük a szemeket, hogy biztosan meglegyen. Egy, kettő, és a másodikba szúrom le. Egy ráhajtásos pálca, és mögé szúrok egy ráhajtásos pálca. Minden sor végén úgy kötök össze, hogy csúsztatott szemmel. Most itt volt ugye az a kezdő láncszemem, amit mondtam, hogy figyelmen kívül kell hagyni. De mellette van még egy luka. Ezért oda még teszek egy utolsó láncszemet, egy pálcát, így kettő lesz belőle, és most fogom, és csúsztatott szemmel a magasítás felső szemébe átcsúsztatok egy láncszemet, és ezzel összekötöm. Ha megnézitek a mintát, gyönyörű szépen látszik, hogy keresztben vannak a pálcák. Kereszt, kereszt, kereszt. És most, hogy lezárjam, készítek a tetejére megint csak hamis pálcákat. Sok-sok hamis pálcát, minden lukba egyet. Ezzel a mintával igazából félig meddig készen van a hajpántunk. Gyorsan végigmegyek, és most is csak-csak magam felé dolgozok. Mindig magam felé. Ez most olyan kicsike lett, hogy akár egy gyönyörű szép karperecnek is elmehetne, majd a csipkézés és a virág után. Sok-sok hamis pálcát. Hurkolok, és a hármat egyszerre húzom át. Ez nagyon jó, igazából minden egyes elkészített munkadarab gyönyörű gyakorlásnak. Akinek esetleg nem megy jól, az előtte azon a munkadarabon, amit csináltunk, azon is gyakorolhatja. És az azért jó eltenni azt a munkadarabot, mert hogyha esetleg félre kell tenned a horgolást, nem tudsz nekiállni hosszú évekig, de azt előveszed, és csak ránézel, és már rögtön eszedbe is jut az eddig tanultak. Utolsó szemnél megint csúsztatottan húzzuk össze. Jó, ezzel meg is van a hajpántom, én ettől vastagabbat nem szeretnék, ugyanis most el fogjuk készíteni a csípkézést. Csinálunk kettő darab magasítást, egy, kettő, és ebbe a szembe, amit összezártunk, ez lesz az első szál. Most ide fogok tenni még plusz ugyanabba a lukba négy darab egy ráhajtásos pálcát. Kettő, három, négy. A lényeg az, hogy ha kihúzzuk, öt darab egy ráhajtásos pálca van benne. És most nem közvetlenül a tövéhez szúrok le, hanem egy rövid pálcát fogok tenni egy lukkal arrébb, ugyanúgy, mint amikor a keresztnél csináltam, hogy egyel mögé. De most nem szúrok vissza. Most megint kihagyok egy lukat, a mellette lévőbe teszem le az első egy ráhajtásos pálcámat. És ide, ugyanebbe a lukba, megint csak öt darabot fogok tenni. Kettő,
három, négy, és öt. Most megint kihagyok egy lukat, a következőbe leszúrok, rövid pálcával lezárok. Következő, megint kihagyok egy lukat, jön a következő sor. Egy, kettő, három, négy, és öt. Kihagyom a közvetlenül alatta lévő lukat, egyel arrébb szúrok rá, és rövid pálcával lezárom. Kihagyok egy lukat, következőben jön az egyrehajtásos pálca. Kettő, három, négy, és öt. Kihagyok egy lukat, és jön a következő. Rövid pálca. És így haladok, megint kihagyok egy lukat, és leteszek öt pálcát. Kettő, három, négy, öt, egy luk ki, rövid pálca, és jön az utolsó. Egy, kettő, három, négy, és öt. És a lezárást pedig az első szem láncevébe fogom kezdeni, ugyanúgy, mint ahogy amikor csúsztatottan csináltam, ahol elkezdtem, ott egy rövid pálcával lezárom a sort. És ugyanezt elkészíthetitek az aljára is, de akinek ennyire megfelel a minta, akár maradhat így is. Ezt a mintát lehet variálni. Az eldolgozás végénél elvágom a zsinort. Most én nem vágom el, mert majd meg fogom csinálni a teljes munkadarabot, hogy lefotózzam. És te egyszerűen csak fogod, és kihúzod. És utána a szálakat végig szoktam vezetni fölül. Ide, oda, ide, oda, ide, és eltűnik. Ezzel készen van a hajpántunk. Akinek ez a minta picit sok, mert lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy ez már túl csicsás, nem kötelező a felső részt megcsinálni, vagy a kereszt szemeket is lehet csak sima, egyszerű, egyráhajtásos pálcákkal csinálni, vagy anélkül is sima, hamis pálcákkal. Akkor viszont kezdjétek úgy, hogy rövid pálca, három darab hamis pálca, és megint rövid pálca. Vagy ez már teljesen rátok bízom, szerintem nem szab határt a fantázia, mert tényleg rengetegféle típus van. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, a következőben pedig meg fogom mutatni nektek, hogyan készítek virágot a hajpántomra. Sziasztok!